És itt a várva várt pillanat, itt vagyok a konyhában, gyümölcsös, csokis, pizza, de már nem bírom. Tehát és mádi virág. Tessék? Szénhidrát csökkentett. Szénhidrát csökkentett. Én belekezdhetek? Persze. Szóval akkor addig mi beszéljük, hogy hogyan készült az egész. Ugye összeállítottuk a tésztát, azt még meg is mutattuk. És volt kókuszliszt. Kókuszliszt, rostliszt és joghurt. Kis joghurt, amit lehet helyettesíteni kókuszolajjal. És utána kinyújtottam, ez bármilyen liszttel ki lehet nyújtani, akár bambuszrosttal, kókuszliszttel, mandulaliszttel, és akkor ezt, mikor kinyújtottam megfelelő vastagságúra az ízlés szerint, betettem a sütőbe, és... Előmelegített sütőbe, ugye? Előmelegített sütőbe, és elő kell sütni az alapot, ugye? És mikor ez elősült, akkor a nutellát rá kell tenni, a cukormentes nutellát, és egy olyan 3 percre visszatenni. Ha úgy nézik, viszonylag hamarabb kész. Benne. Az lehet? Tehát, hogy az tésztájában egy kicsit a kókusz ilyen... Igen. Egy ilyen íz hatás. Mert kókuszlisztán nyújtottam ki, és akkor úgy még intenzívebb. Azt tudok, kókosabb nem, nagyon finom, olyan, mint egy süti, vagy, tehát egy, igen. Főételnek néz ki, hát hogy desszert, gondolunk rá, desszert, de egyébként nem? Ez egy desszert. Igen, ez gyakorlatilag egy desszert, de hát a pizza az főétel, úgyhogy inkább egy édes főételnek mondanám. Aha. Nagyon és milyen ételek illenek hozzá, tehát nézzük akkor. Szerintem ez... Gyümölcsleves. Akár, de inkább egy jó húslevessel vasárnap. Tehát valami sósat. Igen, és vagy valami nagyon laktatott. Tehát, hogyha a diétát azt nem nézzük, akkor egy jó gulyásleves, és akkor utána egy könnyebb ilyen. Igen, akkor a két részből áll az ebéd, ugye itt van egy laktató leves, vagy jó leves, mindenki ízlése szerint, és utána jöhet ez a... Igen, ez a desszert főétel. Édes főétel. Hát, virág, köszönjük nagyon szépen, nagyon köszönjük. Finomat csináltál, majd meg fogunk enni, ám. Igen, itt mindenképpen. Nem egy kár. Örüljétek el. Nagyon finom, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.